Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a Viva Natura televízió kedves nézőit. Magyar természetgyógyász arcképcsarnokunkban most már másodízben szólítjuk meg dr. Tecse Gábor, a Mikulás című kedves úriembert. Az előző adásban elvaratlan szálakat hagytunk, és most is csak visszatérőben megemlítést teszünk rá, mert például a gyerekek folyamatos táplálása már az anyamélyben és a későbbi időszakban, ez egy professzionális adást igényel, és ezt a kaleidoszkópot szeretnénk úgy megcsinálni, hogy mindenféle adatokkal alátámasztjuk. A másik téma, amit nyitva hagytunk, hogy szeretném Gábort, hogyha mikrobiológus szemén keresztül is a mostani koronavírust értékelnénk, erre is későbbiekben egy adást szeretnék készíteni, ugyanakkor most csak egy felcsapásra szeretném újból a nézőknek, amit itt kint az előszobában már megbeszéltünk, hogy évekkel ezelőtt volt egy bizonyos konferencia. Hát igen, ezzel azt akartam, hogy a feleségem az mikrobiológus, ez a szakmája, tehát ebben ő doktorált ebbe a Dominiumban, és volt Göteborgban egy konferencián, és amikor hazajött onnan, mondta, hogy hát érdekes, hogy mennyire fejlődött a hadászatban a kutatás. Fel is volt háborodó erre, ugyebár, hogy az orvosi tudományt mire használják, de azt mondta akkor úgy, hogy képzeld el, hogy olyan vírusokat tudnak előállítani, ami genotípusokra hatnak, tehát, hogy népcsoportot lehet vele megbetegíteni, és a másikra nem hat. Tehát melyik hirtelen megrökönyödtem akkor, és most, amikor ugye a koronavírusról hallottam, hát egy ilyen kérdőjel feltevődött bennem, én azért is mondtam, hogy nem szeretnék ebbe addig, ameddig konkrétan, és nem tájékozódom megfelelő szinten és a megfelelő helyről. A szomorú az, hogy ma már ezek a vírusok is olyanok lettek, hogy nagyon hamar mutánsokká válnak, tehát hogy igen, már a következő lépésben, amelyik harmadik beteg már egészen más formában fejlődik ki benne a vírusnak. Nem, még ez csak egy ilyen kis világvakítás, nem paraszt világvakítás. Ugye január elején volt az iráni óriási botrány, amit tudunk, és igen, hirtelen egy büdös szót nem értenek, és azóta egyfolytában csak a koronavírusról beszélünk, és annak idején, amikor a Szuezi csatornáról kezdtek csak beszélni, és a 56-os magyar forradalomról egy szó sem esett a világhíradókban, lehet, hogy a világmédia most ezt csinálja, de ezt a témát akkor most kiveséztük. A rügyterápiára egy külön adást csinálunk nektek, ez egy fantasztikus dolog, viszont mi Gáborral órákat beszélgettünk olyan népi szokásokról, ami egyébként humoros is egy kicsikét, és az első az, tudod, nem a nyereg alatt puhított hús, ez egy fantasztikus dolog. Hogy került ennek az adásnak a címébe a viking falva, ugye? Az őseiről beszél egy kicsikét, a hajókról, az úsztatásról, meg hogy az egész érdekes történeted. Érdekes az, hogy a szépapám annak idején egy ilyen vitorlás hajóval Fekete tengeren egy kikötőbe, az Ovidiu kikötőbe, az akkori tengeri medvével, aki a hajón volt a kapitány, amit az ő édesapja minden fiúgyereket egy ilyen hajóra tett inaskodni, az járt élő marháért, és innen ökröket vittek fel Norvégiába. Az érdekesség az, hogy miért ökröket, és miért azokat az ökröket keresték, amik, hát mondjuk, hogy volt neki egy ilyen kereskedő, egy kapdebó nevezetű, ez a kapdebó azt jelenti, hogy ökörfej. Ez egy örmény kereskedő volt, aki a neve is onnan jön, biztos, hogy a munkákból kifolyólag úgy, hogy az asztalosoktól jönnek, vagy a kovács nevek. Hát ez a kapdebó, ez a marha kereskedő, ez az örménynek volt egy gyönyörű lánya, és ebbe az én szépapám úgy beleszeretett, és hát úgy gondolkozott, feltételezem az ő fejével akkor, hogy hát 13 testvér közül, hát, hogyha majd a hajók osztásra kerülnek, elég nehéz 13 fiúgyerek közt elosztani. Hát ő elvette ennek a kapdebónak a lányát, és letelepedett mondjuk azt, hogy Székelyföldre. Tudnilik, ennek a kapdebónak ott voltak területei, azon a területen vásárolta fel azokat az ökröket, amivel az erdőn dolgoztak, és annak idején ugye a rönkfát azt ökrökkel húzták. És ezek az ökrök voltak a legjobbak, ugyebár a hentes áruhoz, mert ebben egy nagyon jó minőségű hús van az ökörben.
és onnan vették meg ezeket az ökröket. És amikor felkerült Székelyföldre, átvérne a Válik vízé, épített egy hajógyárat szárazföldön, fenn a Székelyföldön, ilyen vitorlás hajót készítettek, amit úgy, mint a legót összeállították először szárazdokba, szétbontották, és telikerekes szekérrel levitték a deltába. Ott majd az ökröket elengedték, hogy visszahízlalják őket, ugyebár egy ilyen út után, amíg összeállították a hajót. És akkor jött Norvégiából egy hajó dupla személyzettel, legénységgel, és akkor elindultak két hajóval, és a két hajónak megfelelő marhállományt bepakolták, és azt vitték föl. Nem zseniális egyébként. Évente gyártottak egy-egy ilyen hajót. Hát abban az időben még tiszafa volt bőven a Székelyföldön is, úgyhogy nem használtak semmilyen vas szeget, hanem tiszafa csapokkal volt összeállítva, és így készültek el ezek a hajók. Nem olyan rég még a gyárnak nyomai voltak, ugyebár amikor az államosítás volt, ebből a hajógyárból lett a legnagyobb dongagyár, tehát hordódongákat készítettek, a Szent Simoni dongagyár lett belőle, hát lévén, hogy azok a gőzgépek, amivel hajlították a fát, annak idején a dongák elkészítéséhez és az óriási hordoknak az elkészítéséhez használták. Hát ilyen érdekességek voltak a régiában. Honnan származik a székely káposzta? Hát érdekesség a története, sokan mindig a székelyekhez kötik. Hát a történet az, legalábbis a legenda szerint, hogy Mátyás király a királyhágó tetején, amikor megérkezett a csapatával, ugyebár az egész kis sereggel, amivel járt ő, hát a fogadósnál Mátyás királyról az a hír járta, hogy nem jelentette be, hogy merre megy, tehát ő mindig ilyen meglepetésszerűen jelent meg, hogy ő egyformán eszik mindenkivel, tehát nem volt kiváltság, hogy ő mostan ő a király, és az első 10 ember más teszik. És a fogadost azt úgy hívták, hogy Székely Kálmán, állítólag egyik küsbe volt pörkölt, a másikban volt töltött káposzta, de egyikből se volt annyi, hogy el tudja a csapatot látni, a vendégsereget, és akkor jött az zseniális ötlete, hogy egy réteg töltött káposzta, amit összevágott, rá a pörköltet, megint egy réteg töltött káposzta, amit összevágott, megint egy pörkölt, és amikor vége volt a vacsorának, oda hívta a király, és megkérdezte, hogy mi volt ez, amit tettünk. És akkor elmondta őszintén, hogy hogy járt, és hogy ezt ő készített. És aztán akkor legközelebb, ha jövök, legyen mindig pörkölt is, és töltött káposzta, és mert én ilyen székely káposztát akarok enni. Így lett a székely káposzta, a neve után a fogadósnak. Ennyi. Hogy alakult ki a hamburger, ugye? Igen, hát a hamburgert is sokan az amerikaiak a nagynak tartják magukat, hogy tőlük indult el. Hát a nevében is benne van, hogy Hamburg. A Hamburgból elinduló hajókon, ugyebár amikor a nagy özönlés volt a kivándorlás, hát nem lehetett leves főzni egy vitorlásra, mert annak a felesen maradt volna a üstbe, nem, akkor ilyen nagy sütőlapokat készítettek, és volt egy zseniális ember, aki ugyebár salétrommal kezelte a húst, ilyen fahordókba ülhetett a fedélzeten, mert nem romlott meg, mert konzerválta, és akkor ezekből ilyen fasírozott szerűségű gyurmát készített, amit ugyebár összelapított, és egy ilyen sütőlapon megsütöttek, és azt be lehet tenni egy ilyen kisebb cipóba, és akkor ez volt az úton a kajájuk a kivándorlóknak. Hát a darált hús hordóba salétrommal... Az eláll évekig, ki lehet próbálni. Hát ez a hamburger, mai hamburger, különben mikor megérkezett Bostonba egy ilyen hajó, vagy, és maradt meg, mert az út mondjuk jobban sikerült, mint gondolták, vagy hamarabb odaértek, akkor eladták ott ezt a mennyiség megmaradt húspépet, és ott árulták tovább, csak onnan aztán lett ugyebár, mert ott kezdték ezt utána gyártani és forgalmazni minden nap. Addig a hajókon adták, csak ők már árulták a kikötőbe is és a szárazföldön. Érdekessége különben az, hogy mit jelent a hamburger, hogy ezelőtt egy jó néhány évvel egy úriember vett egy hamburgert, állt a metró megállóba, de jött a metró, nem sokan voltak, nem tudta megenni, és ugye, hogy a kis tanecliben volt, berakta a zsebibe, a kabátja zsebibe, és majd gondolta, hogy majd elfogyasza, ha leszáll. Megfeledkezett róla, és másnap reggel, amikor indult volna, látja, hogy havazik, és ezt az átmeneti kabátot beakasztotta a szekrénybe.
Hát megfeledkezett róla, tavasszal előveszi a kabátját, kiveszi, meglekapja a hamburgert, és nézi, hát pont olyan, mint ahogy berakta ősszel, azaz a tél elején, és volt egy ötlet, hogy elvitte. De az benzoát volt, nem a salétról. Nem, elvitte az ottani kölyálhoz, ugyebár a megfelelő intézetes, mondta, a tegnap vette, de úgy tűnik neki, hogy nem éppen a legfrissebb. És az eredmény az jött ki, hogy teljesen friss és használható, ehető a termék. Igen. Egész télen ott ült a szekrénybe, a melegbe. Tehát ezt is lehet látni, hogy mennyire lehet kemikalizálni és tartósítani bármilyen ételt. Na, rajtam maradt, mint Szamáron a nyereg. Hát igen, ez egy érdekes dolog, ugyebár... Kicsit ugrunk ide... az időbe. Igen. Hát visszamegyünk ugyebár a rómaiak idejében, nagyon kevesen tudják, hogy a Szamárnak van egy olyan, hát mondjuk egy ilyen zsiroszkopszerűsége az agyába, amelyikkel úgy felnéz a dombra, és akkor kiírja magának azt az útvonalat, ahol konstans emelkedőn menjen, és akkor a rómaiak vettek fel, árakták a nyerget, egy ilyen fanyerget a hátára a Szamárnak, a zsákot megszúrták két oldalt, a zsákba tettek mondjuk, hogy mészkőport vagy krétaport, megszúrták a zsákot, és az úgy szépen csorgott belőle a por, és akkor elindították a Szamarat, mert oda túl kell érni. És azon az útvonalon rajzolták ki, ahol a Szamár ment, az volt aztán a római utaknak a lépése, és ténylegesen meg lehet nézni mai napig is, amikor a Szamár elindul, a konstans emelkedési szöget betartja azon a terepen, amelyiken megy. De különben, ha már a nyeregről beszélünk, a nyereg alatt puhítós hús is egy érdekes téma, hogy annak idején kevesen tudják, hogy a só egy óriási érték volt. Hát volt az ilyen, mind a Selyem útja, volt a só útja is az erdélyi só. Annak idején kevesen tudják, hogy van egy ilyen helység, hogy Szék. Ez Szamosújvár és Kolozsvár közt levő terület, ahol mai napig is nagyon érdekes népi szokások vannak. Az volt annak idején Erdélyben a leghíresebb sóbánya, és onnan hordták a sót millió irányba. De most nem ez a lényeg, hanem annak idején ezt akartam kihozni, hogy a só mekkora érték volt. A húst, amit a vadászok, vagy amit a harcosok vittek maguknak, hogy elkészítsék, az egy nyereg alatt pújtott hús. Hát az azért volt a nyereg alá téve, így felszeletelték a húst, és ilyen hús kisebb lepedőszerűségnek vágták is, rakták rá a nyereg alá. Azért, mert a só, a ló izzadsága tartalmazza a legközelebb álló természetes sót, amellett, hogy ugyebár a ló izzadmánya tartalmaz még magnéziumot is, és más olyan káliumot is, olyan anyagokat, amikre éppen az embernek is szüksége van, úgyhogy a nyereg alatt puhított hús az lényegében pácolódott a ló izzadságába. Így nyerték meg a sót, nem kellett a széki sóhoz. De ugyanakkor ma is tudjuk, hogy a lovakkal sót kell nyalatni, mert az egészségüknek nagyon fontos. Hát igen, a lónak az egyik, ami, de hát különben minden kérődző és nem kérődző főevő állatnak a só lényeges. Meg az embernek is. Ez hát igen, hát én különben azt a mondást, hogy hát a só milyen veszélyes, csak figyeljék meg, hogyha a mentő kiérkezik egy baleset helyszínére, vagy bárhova, és olyan állapotban van a páciens, akkor mit adnak először? Sóoldatot. Izotóniás. Igen, tehát még akkor is, hogyha agyvérzése volt, akkor is, hogyha infarktusa. Tehát a só az nem annyi, a só az életnek a sava borsa. Székelyföldön rengeteg jó kis sóbánya van. Hát igen, a sokról még annyit kell tudni, ugyebár, hogy vannak különböző sok, hát majd erről egy külön adásban beszélünk, hogy Erdélyben van a parajdi só, van a homorodi só, van a báznai só, van a dézsi só, tehát nagyon sok sóbánya van. Érdekessége az előbb a széket említettem, abban a helységben van egy úgynevezett gérató, egyetlen egy hely, ahol a só oldott formában olyan töménységben van, hogy ha megszállítanánk, észrevennénk, hogy annak az oldatnak 47%-a só. És ezt a sót mai napig is sokan járnak messziről, és kannával viszik, hogy ugyebár amikor a télire elteszik a disznóvágáskor és a pácléhez ezt a sót használják, úgy nevezik a gérató. Az egy beomlott, biztos egy ilyen sóbány, ahol beomlott, és lett egy ilyen kolozson. És ez az egész füstölt hús, meg besózás, ez honnan származik? Mert
Ugye ezt azért most már minden nép csinálja, de valószínűleg a vándorló népeknek is azért hát, a füstölt húsra óriási szükségük volt, tehát nem csak. Igen, hát valamikor az elképzelés az onnan jött, ugye, mert a legelőször, amit mi el is felejtettünk, mert azt hiszik, hogy a kolbászt füstölték először, nem a kolbászt, a legutoljára, a legelőször a halat füstölték. Uh-huh. És az onnan jött, hogy ugye bár amikor még a régi legprimitívebb ember, amikor megfogta a halat, akkor ilyen feltette egy ilyen fapácára, egy nyársra, és akkor azt oda tette úgy a tűz felé, a tűz mellé, hogy úgy megsüljön szépen, ahogy rá volt húzva. Igen, de nem mindig olyan volt a tűz, hogy az parázs legyen, hanem volt a füst, akkor rájöttek, hogy az a hal, amelyik megfüstöldött, az nem romlott meg. Uh-huh. És akkor jöttek rá először, hogy a füst az milyen konzerválószer. Hát ez igaz, hogy konzerválószer, de nem a legegészségesebb. Most persze én is a füstölt kolbászt jobban szeretem, mint a nem füstölt kolbászt, de azt is mondjál vala azért, amennyire lehet. Beszélj már egy kicsit erről a viking ősökről, ugye, mert azért mert nagyon érdekes karaktered van, tehát egy törzsgyökeres székely ember ül itt nekem, autentikusan gyönyörű dolgokat mesél, de mindig a Texe Gábor, stb. Mindig emlékeztetsz erre, hogy ilyen őseid voltak. Mit kell róluk tudni, és van-e valamilyen kapcsolatot kulturálisan, nyelvileg? Hát én azt mondom, hogy még vannak rajtunk kívül, akik úgy kerültek, tehát északi területről be a székelységbe. De hogy hát, hát úgy, mint harcosok. Volt egy olyan dolog, hát épp ezt mondta annak idején a Xántusz, hogy hát azért mi jó harcosok voltunk, hogyha minket annak idején, mint harcosok behoztak határvédelemre. Tehát érdekes az, hogy a vikingek az ismeretes, ugyebár a viking hajok, meg a szágából, meg akik még ismernek egy kicsit ugye a viking nép történetéből, elég bátor harcosok voltak. Olyan típus emberek voltak, akik hát mind a mai ugyebár határon kívülre menő munkások, hogy elmennek, hogy pénzt keressenek, mit tudom, Spanyolország. Hát nem, mostan nem zsoldosokról beszélünk azon a mai kor embereinek, akik külföldre mennek dolgozni, hogy családjukat eltartsák, hát elmennek Spanyolországba, vagy mit tudom én, Olaszországba dolgozni, Erdélyből is nagyon sokan mennek külföldre dolgozni. Na hát ezek is úgy mentek annak idején, ezek a vikingek, hogy elmentek határt védeni más emberben, mi zsoldosok természetesen, mi harcosok. Úgyhogy fél év volt az út hazáig, tehát hogyha... Hát biztos, hogy más, de akkor nem volt ilyen rohanó világ, tehát az, hogy ilyen gyors minden, én épp a múltkor gondolkoztam, hogy jöttem errefele fel Pestre, és mondom, hogy annak idején milyen nehéz volt Mátyáskinek a Kolozsvár és Visergád közt járkálni, ugyebár akkor az utak sem voltak ilyenek, arról nem beszélünk, ugyebár, hogy patás állat húzta, és azért a szekér, biztos, hogy vesekövük nem volt, mert az kirázódott közben a szekéren való hintóval való utazáskor, de hogy akkor mennyire más volt a világ, nyugodtabbak voltak az emberek, most már az, hogy megyünk 140-el sem elég, mondom, azt a leborult szivarait, hát legalább 180-nal kéne haladjunk, mondom a sofőrömnek, mert időben kéne ott lenni. Tehát mi gyorsítottuk fel ezt a világot, és annyira felgyorsult, hogy az én esetemről beszélek, hogy most voltam Mikulás, újból Mikulás vagyok, hát aztán olyan hamar eltelik egy év, hogy hihetetlen az ember. Mm. Már tényleg még a tegnapi napi emlékek voltak, hogy a gyerekek a mikulási ünnepen, és már itt vagyunk, hogy február. Nem titok, hogy idén leszel 75 éves, és hogyha beszélek veled, akkor a szellemi frissességed, az egész habitusod az abszolút nem ezt a kort mutatja. Van-e valami mentális programod, hogy nem foglalkozol a korral? És hát, hogy csináltad ezt? Én nem tudom, hogy mondjam neked, de a helyzet a következő. A barátom mondja, hogy a múlt hónapban 11.000 kilométert jártunk, azelőtt 9.000-et egy hónapban, de én azon kívül még járok vonattal is. Például tegnap is voltam Budapesten, tegnap előtt is, de vissza is mentem Váradra, majd megint eljöttem. De nálam az ilyen utazási problémák nem jelentenek semmit, az, mert hogyha azért a vonaton is szeretek utazni, mert ott van ideje az embernek leül az Intercity-n egy asztalra, van ideje dolgozni, észre sem veszem, csak az, hogy hoppá, te itt meg le kell szálljak, és már ott vagyok. A lényeg az, hogy én azt vettem észre, hogyha egy bizonyos kor után az ember leírja magát, tehát önmagadat programozod, hogy na hát vége mindennek, nyugdíjaztak, akkor le is épülsz hamar. Ez amint a versenyolat, ha istálon tartják, annak annyi. És én nálam van egy olyan, hogy nem a munkaterápia, a feleségem is reggeltől estig dolgozik,
de nem azért, mert mostan kimondom, hogy most hagytuk, mert minden aztán nem elég ezeknek a pénz, nem a pénzért, mert igazán én a munkámon keresztül annyi emberen segítek, meg olyasmiket csinálok, hogy nem a, egyen is látszik, hogy nem a pénzért csinálom. Szerveztem egy szilvesztert is, amelyikben nem nyerészkedésen, mert én fektettem be többet, csak a bor került annyiban, mint amennyivel ők járultak hozzá az egész szilvesztert, és az egészet én szerveztem. Tehát egy adott pillanatban van egy olyan a én elképzelésem, hogyha van aktivitásod, akkor Skarajowski sem talál meg, azaz akkor még hagynak a pályán, hogy dolgozzál, hogyha pedig tétlenül ülsz az üveg előtt, ez legyen mind a kettőre értem, hogyha a televízión annak is van egy üvege, amit képernyőnek hívnak, ami azért van ez a neve, hogy képernyő, mert eltakarja a való világot előled, kapsz egy egész más információt, és az az üveg sem jó, amikor látom ezeket, akik nyugdíjba vonultak, mindegy, hogy hány éves korukban, és akkor lemenek a sarki kocsmába, és leülnek az üveg elő, az is pontosan leépítő jellegű. Tehát, hogyha az ember ezeket el tudja kerülni, és van azért életének értelme, akkor észre se veszi, hogy hány éves. Én most is építek egy gyógyközpontot, és azt mondták, hogy biztos meg van bolondulva, ez egy haramia, mert hát neki most is kell. Nem tudják felfogni azt, hogy vannak olyan emberek, akik, én nem törődök, hogy hány évesek, és nem a pénzért sem, hanem azért, hogy csinálják valamit. Úgyis, hogyha véletlenül úgy van, hogy kivonnak a forgalomból, és elmegyek egy más dimenzióba, van, aki folytassa, de legyen valami, amit folytassanak, mert hogyha nem hagy semmit az utokonak ülsz, és várod, hogy jöjjön a halál, különben nem voltam Székelyföldön, és az egyik barátomat hívják telefonon, az Ince Bélát, ez is egy híres népgyógyító lent Csíkszeredába, voltam fennáll a Büdösfürdőbe Szent Imrén, egy találkozón a barátainkkal, és hívja egy úriember, és mondja, hogy hát a Gáborral vagyok, megyünk fel a Szent Imrei Büdösbe. És azt mondja, nem adnád a telefonot, hogy ketten voltunk az autóban, és elég hangos volt a telefonja, és kiszól, és azt mondja, hogy Gábor, itt a halál. Hát ezt az úriembert úgy hívják, hogy Halál István, mondom, jobb neve nem is lehetett volna. De érdekes módon azt mondja, hogy hát annyian mondták, hogy hát nem változtatja meg a nevét. Azt mondja, mire? Azt mondja, Péterre? Tehát nem, aztán nem, őt egyáltalán nem zavarja. Biztos valamilyen oka volt, hogy ezt a nevet kapta a családja annak idején, de hát ő nem akart tőlem megválni. De idősebb ember is nagyon jól érzi magát a bőribe, ő is dolgozik. Tehát én mindig is azt mondtam, hogy az energia az onnan jön, és mindig amit adsz, azt kapsz. Hogyha adsz több energiát, többet fogsz kapni. Ha nem adsz semmit, akkor várjad azt, hogy szépen leépülsz. Ez egy nagyon fantasztikus életszemlélet, amit gyakorlatban bemutatsz, tehát tényleg ez a félelmetes 11 ezer kilométer havonta azért az nem kevés. Én napokban számolgattam, én korábban rengeteget utaztam, most viszont megpróbálok egy kicsit megülni a fenekemen, és inkább mélyedni, rendszerezni a dolgokat, de mindig, amit mondtál, legyen motiváció, cél az életben, amiért megyünk. Igen, nem vagyunk egyformák, természetesen mindenki másképp látja, de az nem szabad látni, hogy na, volt egy egyszerű történet ide, ezt még gyorsan elmondom, mert egy tűzoltó parancsnok barátom volt, aki nagyon ügyes volt, egy bátor, erős minden, nem nagyon szeretik épp ebből kifolyólag, hogy ő volt az eminens, mindig ő volt a példakép, és sikerült, hogy a kollégái kitúrják, azaz, hogy nyugdíjaztassák. És ez 51 éves volt, és nyugdíjba helyezték, mert ilyen volt ez a leépítés, ugye a belügynél, és akkor ő nyugdíjba került, és 3 év alatt járókeletre került egy olyan ember, amelyik azelőtt úgy nézett ki, hogy ténylegesen várat le lehetett volna dönteni vele. És felesége egy gyógyszerésznő, és mondja nekem, te Gábor, mit tudok vele csinálni, mert előtte még mind a két végén ég a gyertya. Hát mondom, azért, mert nincs semmi, hát mit csinál? Hát nyugdíjba helyezték, és akkor a televízió és a kocsma. A televízió és a kocsma vele ment, és akkor ottan ugyebár a többi muslicával ottan el voltak. És egy barátom jött be hozzám, eltört a válla, egy méhészkedett, és azt mondta, te nem tudsz valakit segítsen nekem, mert nem tudom a kereteket lerázni, nem kell értsen hozzá, én elmondom, mit kell csinálni. Hát mondom, ott van a barátom, menjél be. Hát jó, de hát ő már... És higgyék el, hogy
felépült. Mert volt, kereted? Igen. És mai nap együtt mészkednek úgy, hogy vándorméhészet, és vett magának egy ilyen autót, amiben amelyek ilyen pavilonszerűen viszik, és hozzák, és jól van, és visszafiatalodott, és visszanyerte. Ha van életcélod, akkor hagynak a pályán játékosnak. Ha nincs életcélod, akkor ki is vannak hamar. Daganatos betegeknél ugyanez a tapasztalat, hogyha diagnosztizálják a betegséget, akkor álvarjátsz, úristen, már teher vagyok a családnak, akkor elkezdik gyűlölni a rákot magukba, nem elfogadják, hogy ezt mindent ők csinálta, álvarjátsz, bévarjátsz, hogy úristen, meg kell szülnöm ezt a gyereket, például áldott állapotban lévő asszony, akit úgy diagnosztizálnak, közben már állapotos, vagy föl kell nevelnem a gyereket, vagy még ezt kell, azt kell. Ha megvan a motivációja az életre, akkor mindent képes legyőzni. Egyébként, hogy a placebo te magad légy, ugye ezt tudjuk. Igen, egy konkrét eset itt Magyarországon, nevet nem mondok is ilyesmi, hogy ezelőtt 16 évvel elküldték haza meghalni, és most van, egy férfi emberről van, a feleségének mostan, azaz családnak van egy másfél éves, most már két éves kisgyerekük, és azzal, hogy van az életüknek értelme és minden, ez az ember könnyebben gyógyult meg, mint bárki más, annak kell, hogy úgy küldték haza, hogy kész vége. Hát minden itt dől el fent. Minden itt dől el. Nem engedjük itt energetikailag lemenni a dolgokat. Azért örültem Gáborral, Mikulással beszélgetni, mert egy olyan fajta vidám életszemléletet képvisel, aki nem foglalkozik az idővel, csak magával, a céljaival, és akkor most el fogunk jutni odáig, hogy ezt a csodálatos rügyterápiát, vagy nem is tudom, hogy hívod ezt, rügyterápiát. Igen, a gemoterápia, de hát... Figyelj, magyar természetgyógyászaknak se lesz ez önismert dolog, meg például, amit az apiterápiában mondtál, hogy fiatalító szerekként lehet a pempőt használni hölgyeknek. Foglalkoztam apiterápiával, lehet, hogy Gillik Pista barátom is ezt elmondta, de én nem találkoztam ezzel. Azt tudom, hogy a méz az egy, és a méhek által a például a propolisz, az mennyire tökéletes az immunerősítésre ilyen időszakokban. Sokkal többet kéne a méheinkkel foglalkozni, amíg nem értjük ki őket, mert lehet. Igen, látni, hogy ez egy érdekes dolog, mert annak idején volt egy ilyen kérdés, hogy feltették Einsteinnak, hogy mikor lesz a világ vége, és azt mondja, miután kipusztulnak a méhek. Ez így van. És ha az ember elgondolkodik, tényleg nincs polarizáció, akkor vége az egésznek, leáll a bioritmus, az meghal. De egy másik érdekesség, hogy visszatérünk erre, hogy a magyar méhészet valamikor, a Kárpát-medencei méhészet a világon első helyen állt. Kevesen tudják, hogy a legnagyobb méhésze a világnak az Örösi Pál Zoltán volt, egy magyar kutató, akinek a könyvét még mai napig is nyugaton is, és akárhol több nyelvre le van fordítva, és a méhészetnek az ABC-je, vagy mondjuk, hogy a bibliája. Őrösi Pál? Pál Zoltán, igen. Csak azért, mert nézők azon elkezdik nyomkodni a gépet, és igen. Utána mennek, és igen. Biztos elektronikusan is falon. Igen, ezt meg lehet nézni, igen. Uh-huh. És meg lehet a könyveit találni, biztos, hogy megvan elektronikus formában, uh-huh. És aki méhészettel komolyan akar foglalkozni, az ottan olyan anyagot talál, ami nem ilyen himi-humi és gyors 10-15 oldalas, annak ellenére, hogy mai világban észrevettem, hogy az embereknek nincs idejük olvasni egy komolyabb dolgot, ezért szeretik, hogy minél tömörebben kapjanak meg mindent. És ezért sajnos a mai szakirodalom mindig úgy le van, mind vékonyabb és vékonyabb, de nincs az embereknek idejük. Ez borzasztó egyébként, hogy minden héten kapok 5-10 könyvet, ez kalakom, ott állnak, és arra várok, hogy utolérjem magamat, és utol is fogom, ígérem. Nagyon köszönöm, hogy itt vagy, és beszélgetsz velünk egy új érdekes kaleidoszkópot nyitottál meg itt az emberek számára, és aki teheti el, menjen Székelyföldre, ismerje meg ezt a csodát, ami az ősi gyökereink tulajdonképpen, és ott a magyarság visszanyeri a saját erejét, mert magában az az energia, az a levegő, azok az emberek, akik a legigazibb magyarok még a mai napig is tudnak nekünk még csodákat mutatni. Apropó csak, hogy a vízről beszéljünk, igen. Hogy a csodák, ott van borszék, sokan isznak borszéki ásványvizet, ugyebár Magyarországon is ismerik ezt a nevet. Ami érdekesség, hogy 7 forrás van fenn borszéken, ami a mondjuk, hogy négyzetkilométer egy olyan 4 négyzetkilométer területen, a 7 forrás 7 különböző összetételű, teljesen más összetételű vizet tartalmaz. Erre is rá lehet menni, meg lehet keresni, meg lehet nézni, hogy ugyebár hát innen is igazolódik, hogy mióta van, hogy
ilyen megnevezésű kutak is vannak, hogy a Kossuth kút, tehát érdekes minden. Hogyha megnézik, ottan van 7 szobor is a 7 kút mellett feltéve, és hogy ezeknek mondani valójuk van. És ezeket keverik a vizeket úgy? Palackozzák? Vagy nem, kút, nem, nem. Csak egyfajtát palackoznak? Egyfajtát palackoznak. Mert Ausztráliában ez nagy divat, hogy összekeverik a fellelt vizeket. Igen, nem, itten nem, mert nem keverik, itten egyetlen egy. Hát van egy helység, ahogy megyünk fel, mondjuk, hogy a úgy tudom, a Kárpát-medencében, hogy egy hely, a legmagasabb terület, ahol közösségben élnek, ez a Bilbor, ez borszék alatt van, és ott van egy ilyen nagy kuta, onnan a borszéki vizet. Azt, amit az üzletbe kapnak, az egy, az a 8. kut mondjuk. Na, köszönöm minden információt, akkor kedves nézők, hamarosan folytatjuk. Köszönöm, hogy itt voltál, vagy itt vagy. Én is köszönöm szépen a lehetőséget. Önök VNTV-t láttak, korábbi adásainkat a www.vntv.hu vagy a YouTube megosztó portálján találjátok. Viszontlátásra!